Na, szevasztok srácok, Csipi vagyok, és ebben a videóban elkezdjük átvenni a heti feladatos rewardokat. Ugye most több is volt, ilyen idióta játékosokat lehetett szerezni. Azt mondja, hogy kezdjük ezzel a Milinkovic szal Egy bőzdélyes Milinkovic Savicsot lehet nyerni, vagy kapni, lehetett megszerezni. Azt mondja, hogy 10 különböző rivás győzelemben, úgy, tehát úgy kell győzni rivázba, tehát divizó tíz tízszer, tehát tíz meccset meg kell nyerni, hogy lőttök egy gólt legalább szériás, tehát olasz egyes játékossal. Tehát nem kell az egész csapat olasz egyes legyen, csak akivel a gólt lövitek, az legyen olasz egyes. Hát én ezt nagyon egyszerűen megoldottam, betettem a Ronaldo-t és akkor velőttem a gólokat. Úgyhogy Ja, tehát veszem, megmutatom, hogy milyen volt az a csapat, akit összeraktam erre. Na szóval, srácok, ez volt a csapat, ugye, és itt van egy Ronaldo, velőtte mindig a gólokat. Azért volt fontos, hogy ilyen hibrid csapatot csináljunk, mert ugye a következő heti feladatnál majd német játékossal kell gólt lőni, és lehetett tudni az egészet egyszerre. Tehát lőttél szériással is, meg ugye lőttél némettel is. Néha úgy a Götze beállt a Demir B-helyet, és hogyha mit meglőttem a, a royce mondjuk a német gólt, akkor általában a Villa, meg a Neymar kamba, és akkor nagyon ötször össze lehetett hozni a 10 meccset, srácok. Tehát a 10 győzelmet, ahol lőttél ugye szériás a gólt. Úgyhogy vegyük át gyorsan most ezt a rewardot, ezt a játékost, ezt a Milinkovics Savicot. Ugye nekünk van egy Milinkovics Savicunk, egy UCL Live, azt hiszem 87-es lap de ez most ugye RB, elég brutál statjai vannak. Agility mondjuk gyenge, de a többi az brutál, adni kell neki egy ankort vagy egy shadow és akkor ki kell próbálgatni. De elég kemény statjai vannak, tehát inkább ezek ilyen középpályás statok. Nem is tudom, hogy ő miért játszott gyerekkorában a pályafutása elején RB-t. Mindenesetre egy kőkemény jobb szélsővédő lett ebből a játékosból, úgyhogy ez nem olyan rossz a játékos szerintem. Tehát csak a gyorsaságot egy kicsit fel kell húzni azt a 83-as pénzt. Úgyhogy mehet is a klubba. Ugye srácok, ennyi lett volna a Milinkovics heti feladat. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot. Csipi voltam, szevasztok!